A Covid-járvány miatt 4 hónapot csúszott az ünnepi közgyűlés, amelyen átadták Győrváros legmagasabb kitüntetéseit. Az eredetileg március 15-ére tervezett ülést ugyanis el kellett halasztani az akkori szabályok miatt. A város azonban nem tett le az ünnepi díjátadóról, hisz mint azt a polgármester ünnepi beszédében kiemelte, a város megbecsüli az értékes polgárait. A március 15-i kitüntetéseket éppen a járványügyi előírások betartása okán nem tudtuk méltó módon átadni, pedig higgyetek nekem, tiszta szívből gratuláltam volna akkor is, de az emberi életnél, mint tudjuk, nincs semmi fontosabb. A türelem rózsát terem, mondja a mondás, a mai nap így átadhatom azon személyek kitüntetéseit, akik munkájukkal, egyéniségükkel, szorgalmukkal öregbítik szeretett városunk hírnevét, tekintélyét. Az ülésen 5 díszpolgári címet adott át a polgármester, kitüntetésben részesült Verebicsi Bolya operaénekes, dr. Veres András megyés püspök, dr. Földesi Péter egyetemi rektor, Sütő Csaba a hajléktalanokat segítő szolgálat korábbi vezetője, valamint dr. Tamás László János a PEC kórház korábbi főigazgató főorvosa, aki lokálpatriotizmusáról vallott. Ez a város, ez az első perctől a szívemhez nőtt. Egy külön helyet foglalt el az életemben és a szívemben, én innen nagyon nem mentem távolabb, mint a egyetemi éveim alatt. Engem minden ide kötött, és ide köt most is. Nem volt olyan alternatív javaslata senkinek a világon, hogy engem innen elcsaljon. Én erre a városra nagyon büszke vagyok, nagyon szeretem, és most pedig olyan felemelő érzés, hogy ez a város, akinek polgárának is jó lenni, és díszpolgára lehetek, ennél nagyobb megtiszteltetés nem érhetett volna. 4 Pro-Urbe díjat is átadott a polgármester. Kitüntette az Aurora zenekart, Kovács Jánost, a Vitál Judo Klub vezetőjét, dr. Mézes Péter Barnabás kardiológust, valamint Víg Attilát, a hagyományőrző nemzetőrök parancsnokát, aki ha március 15-én vehette volna át a kitüntetését, Lóháton érkezett volna a rendezvényre. Nem is álmodtam én róla, hogy én valaha Győr szülővároson, meg Győr megyei városnak valami kitüntetését megkapom, hiszen mint minden magyar állampolgárnak kötelességünk megtenni azt, amit lehet az országért, a hazáért, családért. Én nagyon jól tetszett mondani, valóban meg volt szervezve, ha lett volna díszfelvonulás, akkor én itt a Baroshídra, amikor vége a díszfelvonulásnak, akkor leugrottam volna a lovamról, és meg volt az is, aki hazavezette volna, és akkor ugyanebben az egyenruhában jöttem volna ide. 2 sajtódíjat is átadott a polgármester, elsőként legújabb kollégánk Galambos Németh Boglárka vehette át, aki az RTL Klub kiadójában végzett munkájáért kapta az elismerést. Nagyon meglepődtem. Emlékszem, hogy egy telefonhívást kaptam, és gyakorlatilag ott közölték, hogy ez a helyzet, és először micsoda, mi történt? Tehát így nem nagyon tudtam, hogy most mi van. És hát tényleg nagyon meglepett, mert azért 27 éves vagyok, nagyjából 3,5 éve dolgozom a szakmába. Jó, elég sok helyen jártam, meg elég sok témával találkoztam már, de azért úgy gondolom, hogy ez tényleg egy nagy elismerés, hogy ilyen fiatalon. És pont ezért ez engem azért ösztönöz arra is, hogy a továbbiakban is továbbra a városért dolgozzak, és minél több új dolgot megmutassak magamból, és egyfajta fejlődésen menjen keresztül, ugye most már általam is a Győr Plusz Média ZRT, ugye, ahova most már átigazoltam, és egy nagyon jó csapatba kerültem, úgy érzem. A másik sajtódíjat is a Győr Plusz munkatársa Ólya Kócs Péter kapta. Rendkívül szerencsés embernek érzem magam, hogy a munkám, a hobbim, imádok fotózni, és hogyha például kapok olyan feladatot, hogy Virágos Győrt fotózzam le, akkor tulajdonképpen turistának érezhetem magamat a saját városunkban, és nagyon jól megyek, járom a várost, ott a Bécsi kaputér, hogy jó perspektíva kedvéért, akkor lefekszem a földre, hogy a virág mögébe tudjam a bazilikát komponálni, és akkor például nézik a rendőrök a térfigyelő rendszeren keresztül, hát az, hagyjátok, hogy csak a fotós Peti az, úgyhogy nem kell vele törődni, nincsen semmi probléma. Vagy például, hogyha sport eseményeken vagyok, akkor én lehetek az egyik szurkoló, aki a leges legközelebb van az eseményekhez, és ez is fantasztikus érzés. A júniusi elismerés özön vasárnap folytatódik majd, hiszen akkor ünnepi közgyűlésen adják át az idei Szent László díjakat.